Márciusban elkezdődhetnek az égési sérülteket kezelő központ kivitelezési munkálatai Marosvásárhelyen. A központ a Maros megyei sürgősségi kórház mellé épül 322 millió lejből, és 2025 végéig kell befejezni. Aláírta Alexandru Rafila egészségügyi miniszter kedden azt az utasítást, miszerint március 1-én elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok a Marosvásárhelyen épülő égési sérülteket kezelő központon, közölte a szaktárca közösségi média oldalán. A Marosvásárhelyi kórház a tervek szerint 322 millió lejből épül meg. A háttérben látható területen épül meg az a hétszintes épület, amelyben helyet kap egy 57 ágyas intenzív osztály, 25 műtő, illetve 5 válságos állapotú égési sérülteknek fenntartott ágy. Az új kórházban sterilizáló állomás, vérátömlesztő központ, logisztikai egységek és helikopterleszálló is lesz. Mindezt folyosóval kapcsolják a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház épületéhez, hiszen regionális kórházként ennek lesz a része. Ez a harmadik egészségügyi intézet az országban, amelyet kifejezetten égési sérülteknek építenek. Ezzel egy időben épül hasonló intézet Bukarestben és Temesváron is. Mindhárom beruházást az elmúlt 12 hónapban kezdték el, és 2025 végére kell befejezni. Értékük együttesen megközelíti az 1 milliárd lejt. Ezt a román állam a Világbanktól felvett kölcsönből fedezi. Marosvásárhelyen a megyei kórháznak volt egy égési sérülteket ellátó részlege, amelyet 2019-ben megszüntettek azzal az indokkal, hogy az nem felel meg a törvényes előírások. Emiatt most az égési sérülteket a rohamentő szolgálatnál látják el, a súlyosabb eseteket mentőhelikopterrel Bukarestbe szállítják.